Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit! Nagybőjt első vasárnapjának evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 4. fejezetéből olvassuk. Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte, írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szem előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam meg, s annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz. Jézus elutasította, írva van, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt, ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad. De Jézus ezt válaszolta, az is írva van, ne kísértsd uradat, Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Nagybőjtöt kezdünk, és nagybőjt első vasárnapján ez a szentírási szakasz felhívja a figyelmünket arra, hogy Jézus eltelve a Szentlélekkel, a Szentlélek ösztönzésére a pusztába ment. Jézus a Szentlélek ösztönzésére megy a pusztába, hogy ott böjtöljön, hogy ott imádkozzék. Jézus, a második isteni személy, aki emberré lett, örök szeretet kapcsolatban van a Szentlélekkel. Egységben van a Szentlélekkel, a Szentlélek erejében cselekszik mindig. A lélek ösztönzésére teszi, amit olvasunk róla az evangéliumokban, a lélek ösztönzésére tanít, gyógyít. Nagybőjt elején érdemes megkérdezni magunktól, hogy mi kinek az ösztönzésére cselekszünk, kinek az ösztönzésére gondolkodunk. Ki az, aki belülről vezet bennünket? Pontosabban, kinek hagyjuk, hogy vezessen bennünket? Kire hallgatunk? Kire figyelünk? Fontos a nagybőjt elején tisztázni magunkban, és újra elhatároznunk, hogy mi a Szentlélekre szeretnénk hallgatni, hogy a Szentlélek rezdüléseire, sugallataira szeretnénk figyelni. Valaki így fogalmazott egyszer, a lelkiéletben nagyobb katasztrófát okoz egy földrengésnél is az, ha nem figyelünk a Szentlélekre. Legyünk bátrak, hagyatkozzunk rá a Szentlélekre, ahogy Ferenc pápa is tanít bennünket. Hagyjuk, hogy a Szentlélek szele életünk hajóját oda vigye, ahová szeretné. Hagyjuk, hogy a Szentlélek szele életünk hajóját oda vigye, ahová szeretné. Hagyatkozzunk rá a Szentlélekre, és a csendben, az imádságban figyeljünk a lélek indítatásaira, és engedelmeskedjünk a Szentléleknek. Továbbá az evangélista megjegyzi azt is, hogy Jézus a pusztába vonult vissza 40 napra. A pusztában böjtölt, imádkozott, készült az ő nyilvános működésére. A puszta a Bibliában az isteni gondoskodás megtapasztalásának kitüntetett helye, hiszen a választott nép 40 évig vándorolt a pusztában, és megtapasztalta, hogy Isten gondoskodik a népéről. Ugyanakkor a puszta a próbatételnek is, az önmagunkkal való találkozásnak is a helyszíne, ahol a csendben elsősorban találkozunk önmagunkkal, önmagunk gyengeségeivel, önmagunk értékeivel. A puszta a csendre, az elcsendesedésre, az önmagunkba szállásra hív. Nagybőjt elején érdemes elhatároznunk azt, hogy mi szeretnénk bizonyos értelemben kivonulni a pusztába.
Ez a puszta jelképezheti azt, hogy csendet tartunk többször a nap folyamán, hogy merünk kérdéseket feltenni magunknak, hogy merünk elcsendesedni, és a felmerülő kérdésekre választ keresni. A puszta jelképezheti a böjtünket, a lemondásunkat, a mértékletességünket. Szükségünk van a pusztára, hogy találkozzunk önmagunkkal, hogy találkozzunk Istennel, vagyis szükségünk van a csendre, az elcsendesedésre, az önmagunkba szállásra, a bűnbánatra, a megtérésre. Továbbá az evangélista arról beszél, hogy a sátán megkísérti Jézus Krisztust. A sátán a bukott angyal, a vádló, a hazug, a kísértő, aki félre akarja vezetni az embert. Azt látjuk, hogy Jézust próbára teszi a sátán, de Jézus nem lép párbeszédbe a sátánnal. Ferenc pápa arra kér bennünket, hogy sose lépjünk párbeszédbe a sátánnal. A sátán kísértését Jézus az Úr szavával űzi el. Tanuljuk meg Jézustól, hogy kísértés idején, jelképesen mondva a fegyver, Isten szava a kezünkben. Isten szavával le tudjuk győzni a kísértőt. Isten szavának ereje van. Ha Jézusba kapaszkodunk, a sátánnak nincs ereje rajtunk. Jézus velünk van, nem hagy magunkra a kísértések idején. De arra hív bennünket, hogy ne lépjünk párbeszédbe a sátánnal. Isten szavával utasítsuk el a kísértőt. Nagy böjt, annak is az ideje, hogy a megtérésünk által nemet mondjunk a bűnre, nemet mondjunk a bűnre vezető alkalmakra, a kísértésekre. Tartsunk bűnbánatot, és a csendben olvasgassuk Isten szavát. Jó tesz nekünk, ha néhány részletet a Szentírásból megtanulunk memóriában. Jó tesz nekünk, ha néhány részletet a Szentírásból megtanulunk, és ezeket az idézeteket ismételgetjük magunkban. Nehézségek, próbatételek idején. Nagyon fontos ez. Örömhírünk tehát, kedves testvérek, hogy nagy böjt elején az Úr bennünket is arra hív, hogy menjünk ki mi is a pusztánkba, tudjunk elcsendesedni. Arra hív az Úr bennünket, hogy mindig a lélekre figyeljünk, a Szent Lelket kövessük. És arra bátorít az Úr, hogy a kísértések, a próbatételek idején ne essünk kétségbe. Mondjunk nemet a sátánra, és olvassuk, hallgassuk az Úr szavát, aki vezet bennünket. Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát Istennek. Imádkozzunk a családokért, a békért, a betegekért, az egészségügyi dolgozókért, az idősekért és minden emberért. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária, béke királynője és Szent József, könyörögjetek érettünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!